Fesztivál szervezők és fesztivál igazgatók a Városháza dísztermében. A körülbelül 200 rendezvény tömörítő szakmai szervezet nem véletlenül éppen Győrben tartja csütörtökön közgyűlését, pénteken pedig konferenciáját. A szövetség elnöke szerint a város évek óta zajló tudatos marketing tevékenysége országos minta, és példa lehet más települések számára. Néhány hete itt jártam, bár nem mint Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, hanem Pécsváros küldöttjeként, hiszen a zsónai örökségkezelő ügyvezetője vagyok, pontosan azért, hogy tanulmányozzuk a pécsi alpolgármesterünkkel a turizmus, a marketing kommunikáció, város marketing kommunikációt, és csak gratulálni tudok a városnak, mert egyrészt nagyon szépek a fejlesztések, és nagyon irigylendő az a gondolkodás, amely 3-4 évvel előre próbál már gondolkodni. A győri helyszínválasztás egyfajta elismerése annak a munkának, amit 2006 óta végez a város. A győri fesztiválok egyre népszerűbbek, és a hatékony város marketing a turisztikai mutatókon is meglátszik. A vendégészakák számát tekintve egy hátsó régióból a legjobb 10 közé került be városunk. 2012-ben 7. helyen végeztünk, ami azt jelenti, hogy 357 ezer eltöltött vendégészaka volt Győrben. A korábbi egynapos városból 2,5 napra módosult, javult föl a városban eltöltött vendégészakák száma. A program pénteken szakmai konferenciával folytatódik, ezen többek között a hazai fesztiválok jövője és társadalomfejlesztési szerepe, valamint a turizmus és a fesztiválok kapcsolata is téma lesz. A Fesztivál Szövetség tanácskozásának érdekességeivel péntek esti híradónkban foglalkozunk részletesebben.